Sziasztok! Most a vandát szeretném megmutatni, amit már láttatok egy másik videón is. Fagykárokkal rendeltem ezt a növényt, tehát tudtam, hogy ilyen ö, hibás lesz. Látni is rajta még a levelein ugye nem valami szép, vannak rajta hibák, ott hátul is egy, de az új levél az már nagyon szépen fejlődik, Ő neki mire itt már semmi baja nincsen. Lényeg az, hogy le kellett vágom teljesen a gyökerét, ezt láttátok a múltkori videóban, hogy szinte semmi nem maradt belőle, Viszont itt ez az egy szál, amit láttok. Ezen vannak ilyen pici növések már, ami volt és rajta el volt indulva, de hát az olyan 2-3 milliméter körüli lehetett. Itt végig vannak már neki szép új kis hajtásai. Ezen szemmel látható szinte napról napra, hogy nőnek a gyökerek, ezek a gyökerek itt rajta. Most nem venném ki a közegéből, de szerintem alul is biztos, hogy van már, ami megindult, és ott van már egy hatalmas, nagy. Dumó neki, amin látszik, hogy ott még bőven lesz egy szép gyökérke. Úgyhogy ez a mohában tartás szerintem a vandáknak is nagyon jó, hogyha helyre kell hoznatok őket. Tehát, ha nagyon sok gyökeret le kell vágni, akkor be kell tenni mohába, ami ugye itt állandóan nedvesen van tartva, és akkor ugyanolyan kiukasztott cserébe van, mint bármelyik másik korhideám. És a lényeg az, hogy szellőzni is tud, és a moha úgy néz ki, hogy nagyon jó neki, abba könnyen gyökeret is lehet ereszteni. De itt, amit fölül hoz, ez mondom nektek egy olyan két hét alatt, szerintem simán két centit nőtt, úgyhogy úgy néz ki, hogy ez is jót fog tenni, és ugyanúgy lehet áztatni, meg akár locsolni is, mint a többi növény, tehát semmilyen különbséget én nem teszek. Majd, ha már hosszabb lesz esetleg a gyökér a cseréből, akkor majd elgondolkozok rajta, hogy felakasztam -e. de szeretnék majd kipróbálni más módszert is, hogy ne csak felakasztással lehessen a vandát tartani, mert ha Aggasztjuk a vandát, akkor annak az a hátránya megvan, hogy nagyon sűrűn kell áztatni, valaki kétszer áztatja naponta. De még ha hetente, két-három alkalommal, vagy akár még többször is áztatni kell, az ugye elég uh, macera. Bár azért az ember sok mindent szívesen vesz magára, meg szívesen csinálja. De ha esetleg valaki elfoglaltabb és mégis vandát szeretne tartani, majd arra fogok uh, kitalálni alternatív módszereket. Úgyhogy remélem, hogy be fog válni. Ez a moha most a rehabilitálása minden esetben nagyon jól működik, úgyhogy ezt a továbbiakban is, ha esetleg lesz ilyen növényem, akkor így fogom csinálni.